Újabb hírt találtam a sugárzás növekedéséről. Ha az így megy tovább, akkor mindenhol sugárzás lesz, és nem tudunk kimenni. Igen, ki sem fogunk tudni majd menni. Nem hagyhatjuk ezt ennyiben, ki kell derítenünk, honnan jön. Mivel ezt a problémát senki sem akarja megoldani, nekünk kell. Várj, van még egy hír. Azt írják, hogy a sugárzás megjelenésével az emberek elkezdenek eltűnni. Mit írnak még? Szemtanúk számoltak be arról, hogy az emberek eltűnése előtt furcsa szirénához hasonló hangokat hallottak. Sziréna? Ez csak egy dolgot jelenthet, sziréna fej. A szemtanúk közül senki sem tudta leírni az emberrablót. Ha a sziréna fejtette, őt biztosan látták volna. Ezt elhiheted. Tennünk kell valamit, mielőtt még újra valaki megsérül. Az utolsó támadás egyébként nem messze történt innen. Menjünk és keressünk bizonyítékokat. Ez az a hely. Minden itt történt. Valószínű, hogy az egyik áldozat elvesztette. Vidd magaddal, menjünk tovább. Nincs már itt semmi különös. Van egy másik tetthely is, de az a város másik végében van. Oda kell mennünk. Nem az, bújj el gyorsan. Ő a sziréna fej. Nem érzem jól magam, azt hiszem el fogok ájulni. Nagyon álmos vagyok. Milana, Luna, ébredjetek! Mi a franc történt? Mindannyian elvesztettük az eszméletünket. Mi ez a hely? Hogy kerültünk ide? Azt hiszem, sziréna fej hozott minket ide. Még szerencse, hogy nem evett minket azonnal. A lehető leggyorsabban haza kell kerülni. Először is rá kell jönnünk, hol is vagyunk. Nincs térerő. Másképp megnézhettük volna a térképet. Tehát a terepen kell eligazodnunk. A túlélési leckéken azt mondták, hogy először keressük meg az utat. És próbáljunk meg észrevétlenek maradni, hogy sziréna fej ne kapjon-e. Oké, és menjünk! Nézd! Valaki eltévedt, és sziréna fej vacsorája lett. Remélem, nem ismételjük meg a sorsát. Volt nála egy táska. Nézzük meg, hát ha találunk benne valami nyomot. Nem tudni. Valószínűleg a kiszáradásba halt bele. Nem, a folyó közelében vagyunk, onnan tudott volna én. Mi van még a táskában? Gyufa, sugárzás érzékelő, voki-toki, minden jó fog jönni. Ez minden? Itt van egy feljegyzés is. Átkutattam az egész szigetet. Körben csak víz van. Innen nincs kiút. Bárki ide került és ezt olvassa, óvakodja szirénáktól. Ó, ne! Mi ez a sziget? Nem ismerek semmiféle szigetet a környéken. A sziréna fej elvitt minket ilyen messzire. Csajok, van egy kis gondunk. Ezen a szigeten a sugárzás nagyon magas. Ki kell jutnunk innen minél előbb, hogy ne fertőződjünk meg. Úgy érzem, valaki figyel minket. Talán ők azok, akiket a sziréna fej elrabolt. Ahó, van itt valaki? Csak beképzelted, nincs itt senki. Még mindig fura érzésem van. Menjünk tovább, ne vesztegessük az időt. Új áldozatok, érdekes. Nem tudok tovább sétálni, éhes vagyok. Ki kell tartanunk, amíg haza nem érünk? Mi alatt sétálunk, felszedek valamit, amit meg tudok enni. Ezt soha életemben nem enném meg. Tudod, milyen hasznosak ezek a bogyók? Nagyon táplálóak. Sosem életemben nem ettem ilyen bogyókat még. Nagyon finom, próbáld ki. Hidd el ezt a közelemből, rosszul leszel. Nos, nem rossz. Megőrültél? Bogyókat eszel? Lehet, hogy mérgezőek. Nem mérgezőek, az enciklopédiában olvastam róla, ez áfonya. Fogd és edd meg, vagy csontvázzá akarsz itt válni? Nem. Szép volt. Láttam valaki. Biztos vagy benne? Igen, egy férfi volt. Ha nem jön ide, akkor biztosan valami rosszban sántikál. Mit tegyünk? Van egy ötletem. Amíg ők szemetet esznek, én normális kaját eszek. Elkaptunk. Még jó, hogy a csontváznak volt egy kötél a táskájában. Engedj el! Ki vagy te? Miért követsz minket? Nézd, van kajája! Ne nyúlj a kajámhoz! Eszünk, amíg válaszolsz a kérdéseinkre. Ki vagy te? Egy egyszerű remete, aki nagyon régóta itt él. Miért követtél minket? Rég nem láttam már erre embereket, és nem tudtam, mit tegyek. Nem hiszek neki, biztosan meg akar minket téveszteni. Kötözd meg szorosan, hogy ne tudja eloldozni magát! Oké, elég szoros, nem fog megszokni. Régóta élsz itt?
Itt élek már 10 000 éve. Ne szórakozz velünk, nem vagyunk hiék. Az emberek nem élnek addig. Vagy talán ő egy szörny, és ezért él ilyen sokáig? Elég kedves volt, és segíteni fog kijutni innen. Nem fogok nektek segíteni. Akkor kényszeríteni fogunk. Mondd el, te hoztál minket a szigetre? Mondd el, hogy hol vagyunk, és hogy jutunk ki innen. Oldozzatok el, és mindent el fogok mondani. Igen, most. Mi parancsolunk? Nyugalom, oldozzuk el, nyilvánvaló, hogy nem veszélyes. Nos nem, amíg nem beszél, nem is lesz eloldozva. Nem viccelsz, ugye? Igen, segítek majd. Amelka, ne légy olyan hiszékeny. Nem, dehogy is az. Gyorsan oldozzatok el. Mi ez a hang? Üldözés, futnunk kell. Ki üldöz? Szirénafej, oldozz el és segítek, különben mindannyian meghalunk. Eloldozlak. Te meg mit csinálsz? Nem akarom, hogy szirénafej megegyen, és te? Siessetek, gyertek velem! Hová futunk? A rejtek helyemre, nincs innen messze. Már itt van, gyorsabban fussunk! Ez a menedék, ez csak egy sátor. Csendet, különben észre fog venni minket. Alig volt idő, még egy kicsi is ennyi volt. Oké, öreg, itt az idő, hogy eltűnjünk innen. Nem, örökre itt maradunk. Mi? Azt hittem, segíteni fogsz nekünk. Én mondtam, hogy hazudik. Azt akarod, hogy itt maradjunk és együk a szendvicseidet? Az nem érdekel, ha elmentek, de ez nem lehetséges. És miért? Ez egy átkozott sugárzással teli erdő. Mindenki, aki ide kerül, ott ragad örök. Miért? Haza kell mennem. Sokszor megpróbáltam már, mindig elbuktam. Neked nem sikerült, de nekünk fog. Csak nem akar nekünk segíteni. Nem akarsz lelépni erről a szigetről? Már megszoktam az itteni életet. Tűnjünk el innen, hagyjuk, hogy örökké itt üldögéljen, ha annyira szeret itt. Ha ez egy sziget, az egyetlen út a túléléshez, ha átúszuk a folyót. Jó ötlet, építsünk tutajt és hajózzunk el innen. Váljunk szét és keressünk alapanyagokat a tutajhoz. Elég, 4 embernek nagyobb tutaj kell. Miért kell 4 emberre tervezni? Azt nem mondta, hogy a remetét is hozni akarod. De! Nem hagyhatjuk itt, igaz? Ellene vagyok, nem segít és nem is akarja, hogy megmentsék. De segített elmenekülni a szirénafej elől. Fogd be, meg kell építenünk a tutajt, mielőtt a szirénafej visszatér. Akkor majd eldöntjük, hogy magunkkal visszük-e. Nem találtam semmiféle farönköt vagy lécet, semmit. Én sem. Ha nem találunk még valamit, nem fogjuk tudni megépíteni a tutajt. Kérdezzük meg a remetét, ő biztosan tudja, merre vannak nyersanyagok. Pontosan, talán lesz is belőle valami hasznunk. Visszatértetek, már is feladtátok? Ne is fárd! Tessék itt egy ital. Mondd el, hol találhatunk faléceket vagy rönköket? Sehol, mindet elhasználtam. Ha fára van szükségetek, szerezzetek magatoknak. Köszönjük legalább a vizet. És mire nektek a fa? Tutajt fogunk építeni és elhajózunk. Ha, azt hiszitek zsenik vagytok? Azt hiszed, senki sem próbálta még ezt előttetek, gyertek. Mi történt ezzel a kővel? A sziget körül a víz sugárzik, amint hozzáértek, szétolvadtok. A víz, amit nekünk adtál, az is sugárzik? Nem, ne aggódj, az iható. Ha nem úszhatunk a vízen, akkor hagyjuk el a szigetet? Adjátok fel ezt az ötletet, jobb, ha építetek egy házat, sokáig itt maradtok. Ha nem jutunk ki a tutajjal, kell egy új terv. De hát nincs semmi más ötletünk. Több információra van szükségünk a szigetről. Remete, mondj el nekünk mindent. Tudjátok, ez a sziget a szirénafejé. Ez távol tartja a külső világtól. És mi hogy kerültünk ide? Úgy gondolom, ide teleportálja az áldozatait, hogy később vadásszon rájuk. Szeret vadászni, szerencsétek van, megmentettelek. És hol lakik ez a szirénafej? A sziget nyugati részén. Ne menjetek oda. Szóval oda kell mennünk. A szirénafej is valahogy kijut a szigetről. El van döntve, oda megyünk. Akkor sok szerencsét, csak hagyjátok itt a cuccaitokat, nektek úgyse lesz rá szükségetek. De nem jössz velünk? Több ember többet ír, együtt legyőzzük a szirénafejet. Persze, hogy nem. Menjetek egyedül. Nekem még van életem. Jobb megpróbálni kijutni, mint sem itt üldögélni egész életünkben. Felejtsétek el, gyerünk!
Ha nyugatra indulunk, a sugárzás szint emelkedni fog. Látod? Csajok, csendet! Ha sziréna fejet láttok, egy hangot se adjatok ki. Érthető? Érthető! Érthető. A sugárzás jele, és akkor már úgy is tudtam, hogy ezen a szigeten sugárzás van. Nem, nézd, ezek a szimbólumok. Ezek nem szimbólumok, ezek hieroglifák, ez japán. A leírás japánul van. Kinek szánták ezt? Figyeljetek, mi van, ha sziréna fej Japánba vitt minket? Ugye tudod, hogy milyen messze van Japán? Nos, sziréna fejről van szó, nem tudjuk, mire képes. Csajok, bújjunk el, ő az. Követnünk kell, a kijárathoz fog vezetni. Gyerünk, csak tartsuk meg a távolságot tőle! Ó, ne! Észrevett minket! Fussunk! Futás! Ennyi volt! Nekünk végül! Ne pánikoljatok, még kijuthatunk innen! Meg akar minket enni! Kacok, lehet ez lesz az utolsó videónk. Nagy örömünkre fog szolgálni, ha felvehetjük ezeket a kalandokat nektek. Ne hallgassatok Milára, legjobb lesz feliratkozni és kedvelni a videót, hogy biztos kijussunk innen. Szorosan megkötöztek, nem tudom kioldozni. Bárcsak elérném a zsákot, van benne egy olló. Siess, lépteket hallom. Most biztos, hogy meghalunk. Ne add fel! Miért ültök itt? Pihentek? Reme, tehát eljöttél? Hallottam a szirénát, és azt hittem már felfaltiteket, és arra gondoltam, kellelének a cuccaitok. Nem oldoznál el minket? Persze, hogy eloldozlak. Azt hittem, hogy itt fogsz hagyni minket. Gyorsan fussunk, a sziréna fej közelít. Köszönjük, hogy megmentettél minket. Most már értitek, hogy haszontalan innen megszökni? Csak egy tervre van szükségünk a szökéshez. Ki kell iktatnunk a sziréna fejet? Utána felfedezhetjük a szigetet. Sosem tudnátok legyőzni őt, ő egy óriás, ti pedig törpék vagytok. Nekem még van információm a sziréna fejről a telefonomon, talán segíthet rajtunk. Wow, világító tábla! Még sosem láttál telefont? Nem, ez valami technológia csodája. Igazán vissza kellene jönnöd velünk, annyi új dolog várna rád a világban. A sziréna fej nagyon veszélyes, próbáld elkerülni és ne légy a látókörében. Ezt eddig is tudtuk, olvasd tovább. Extrém ereje ellenére még egy ekkora óriásnak is van gyenge pontja. Ez érdekes. Mik a gyengeségei? Ezt nem hiszem el. Lemerült a teló. Hogy hallhatod meg a tábla? Félreérted, a telefon csak lemerült a töltöttségéből. Hogy tudjuk meg így a gyengeségeit? Fel kell töltenünk, van valakinek powerbankje? Nincs, máshogy kell áramhoz jutnunk. Remete, te hogy jutsz az áramhoz? Hogy jutok a mihez? Persze, fogalma sincs róla, mi az az áram. Nem baj, van egy ötletem. Építeni fogunk egy állomást, ami szélenergiával működik. Akkor lássunk munkához, építünk egy szélerőművet. A tudajhoz gyűjtött alapanyagokat fogjuk felhasználni. Most töltsük fel a telefont. Nem működik, itt nincs szél, az erőmű lapátjai nem forognak. Persze, hát egy fa mögött állunk, itt nem lesz szél. Ki kell mennünk a nyílt terepre. Ez nem fog sikerülni, sziréna fej könnyedén meglát minket. De akkor nem fogjuk tudni feltölteni a telefon. Kimegyek nyílt terepre, ti addig bújjatok el. De ez veszélyes. Álcázni fogom magam, így senki nem fog észrevenni. Hogy tetszik? Jobban meggondolva, szinte észrevétlen vagy. Mentem. Légy óvatos. Ha meglátod sziréna fejet, ne pánikolj. Nagyszerű, a töltés elindult. Megcsinálta. Ó, ne! Itt van. Ha meglát itt engem, halott vagyok. Azonnal el kell tűnnünk innen. Maradjatok csendben, vagy mindnyájunkat elvisz. Csak úgy eltűnt? Igen, néha csak úgy eltűnt. Teleportálásnak hívják. Annyira féltettünk téged. Én is nagyon féltem. Még egy kicsi is összelapított volna. Láttad eltűnni?
egy távirányító volt a mancsaiban. Megnyomott egy gombot és eltűnt. Azt hiszem, ezzel a távirányítóval tud teleportálni. Szóval a távirányító fog rajtunk segíteni. És mi lesz a tábláddal? Feltöltötted a szélenergiával? Igen, a telefont feltöltöttem, de csak 10%-ra. Ennyi elég, hogy elolvassuk a szükséges információkat. Szóval a leghatékonyabb fegyver Sirena fej ellen a robbanószer. Robbanószer? De hogy fogunk szerezni? Ez egy lakatlan sziget. Réges-régen volt egy gyár ezen a szigeten, de mára már csak romok maradtak. Talán van még ott robbanóanyag is. Szuper, vigyél minket oda. Itt is vagyunk. És csak ennyi maradt a gyárból? Már így is sok cuccot elvittem innen. Reméljük, hogy itt lesz minden, amire szükségünk van. Igen, erre van szükségünk. Nekem úgy tűnik, ez nem lesz elég. Nézzünk még szét. Ennyi elég lesz. Találtam még egyet. Most óvatosan a táborhoz kell vinnünk. Induljunk. Mindenki rejtőzzön el! Mindenki jól van. Majd én viszem a robbanóanyagot, nem bíznám rátok. Igazad van, haszontalan vagy. Luna, miért mondod ezt? Nem szándékosan csináltam. Honnan tudod, hogy nem volt szándékos? Lunának igaza van, nem kellene bíznunk benne. Sőt, ráadásul ő maga mondta, hogy csak a cuccainkra fáj a foga. Nos, most már igazán segíteni szeretnék nektek. Segíteni szeretnél? Ne fáradj! Van robbanóanyagunk, de nincs detonátor. De akkor hogy fogjuk felrobbantani a bombát? Van egy ötlet. Nem hallgatunk az ötleteidre. Ismét mindent el fogsz rontani. Talán egy jó ötlete van. Miért nem hallgatjuk meg? Oké, hadd beszéljem. Oda viszem a bombát és hozzáhajítom a fejének. Attól majd felrobban. Ez egy jó ötlet. Meglepően. Siréna fej már közel jár, így is. Siessünk. A bomba készen áll. És hol van a siréna fej? Ott. Hamarosan elég közel lesz. Biztos el tudod dobni a bombát? Igen, megteszem, bebizonyítom nektek, hogy segíteni szeretnék. Biztos? Ez veszélyes lehet. Nincs idő gondolkodni, Sirena fej hamarosan itt lesz. Légy óvatos! Ó, ne! Remete! Sirena fej darabokra szakadt, pont ahogy terveztük. És itt van, amit kerestünk. Szép munka volt, lányok. Ó, ne csajok, remete a szakálla! Meghalt értünk, és mi így beszéltünk vele. Ez szörnyű. Szóval tényleg segíteni akart nekünk. Ki kell jutnunk erről a szigetről, hogy remete halála ne legyen hiába való? Mindenki fogja meg a kezem, és én megnyomom a gombot. Várj, elviszem Sirena fejkezét a kutatásomhoz. Most mi legyen? Nem teleportált el sehova. Add ide. A távirányító nem működik. Megsérült a robbanás során. Ó, ne! Itt ragadtunk ezen a szigeten! Nem, van egy ötletem. Láttam sok tervrajzot a gyár romjainál. Tudnánk egy rakétát építeni belőle. Tudnánk irányítani? A rakétatudomány elég bonyolult. Nincs más választásunk, máskülönben örökre itt fogunk ragadni. Akkor gyerünk, építsünk egy rakétát! Úgy tűnik sikerült, remélem repülni is fog. Annyira rosszul érzem magam a remete miatt. Ez nem miatt. A megfelelő idő a szomorkodásra. A remete is ezt akarta volna. Igen, nem hozza vissza őt, ha szomorkodunk. Nos, a rakéta felszárásra kész. Elmehetünk vele. Ellenőrizzük a repülés előtt. Mindenünk megvan? Igen, sohasem térhetünk ide-vissza. Nos, ennek örülök. Egy másodperccel sem szeretnék tovább itt maradni. Gyerünk, induljunk. Szóval beállítottam a koordinátákat. Elrepülhetünk. Repüljünk! Mi történt? Hova lettek a lányok? Hú, végre megérkeztünk. Ez egy olyan kaland volt, amit ha valakinek elmesélünk, nem fog hinni nekünk. Amikor átrepültünk a sziget felett, azt hittem, láttam a remetét. Elég a szomorkodásból, Amelka. Ez lehetetlen. Oké, tanulmányozzuk a Sirena fejkezét. Skacok, talán meg tudtok menteni. Ha lájkoltok és feliratkoztok a csatornára, talán észre fognak venni és kijuttatnak engem innen. Egyszerre.